És szeretnék még röviden kitérni a pécsi ókeresztény sírkamrákra, a Pécs ókeresztény, Pécs Szofiáne ókeresztény temetőire, mely 2000-ben került a világörökség listára. Ott a hármas kritérium volt az egyik, ami alapján felvették, az pedig az, hogy egy adott történelmi korszaknak, egy adott történelmi periódusnak, gyakorlatnak a tanúsága. Nyilván az ókeresztény kultúráról van itt szó. És itt is az épülettípus, mint sírkamrák épülettípus is szerepel, mint négyes kritérium. Hiszen ilyen jellegű sírkamra legközelebb csak a mai Itáliában van. Végezetül hadd térjek rá a budapesti világörökség helyszínre, amelynek a Forster Központ a napokban lett úgynevezett világörökségi helyszínkezelő gondnoksága. A budapesti világörökségi helyszínt 1987-ben vette fel az UNESCO a világörökség listára. De hogy pontosan miről is beszélünk, mutatnék önöknek egy térképet, először így távolból, ki gépen száll fölébe, de aztán majd közelebb is megyünk. Tehát Budapestnek először a Budapest a Dunapartok panorámája és a budai várnegyed került a világörökség listára. Tehát pontosan ez az épület is, ahol most vagyunk, de nem az egyes épületek, hanem ez az egész épület együttes, mint látvány. A Várhegyjel, a Dunával, a hidakkal, a pesti síksággal és a pesti korzón elhelyezkedő épületekkel, tehát egészen a Margit hídtól föl a Szabadság hídig, vagy attól függ, hogy nézzük inkább le, hogyha a folyás irányt nézzük. Tehát ugye egyfelől a történelmi, hát ugye ez az egész egy történelmi együttes, de különböző korszakok történelmi korszakok épületei. És aztán pedig 2002-ben bővült ki a helyszín az Andrássy úttal és történelmi környezetével. Tehát nagyon röviden, ha itt is áttekintjük a kritériumrendszert, a kettes kritérium a hatások és kölcsönhatások a régióban, ami kezdődnek ugye már az ókorral, Aquincum, illetve pontosabban a helyszínen belül csak kontra Aquincumban az Erzsébet híd mellett, mely hatásra volt a pannoniai és a dácsiai provinciák építészetére, majd a 14. századtól a budai vár, késő gótikus, majd kora reneszánsz stílusa részben befogadta az olasz hatást, részben továbbadta azt, és a harmadik nagy meghatározó korszak a kiegyezés utáni 1872-73-ban létrehozott Budapest, mely metropolisszá, világvárossá nőtte ki magát. Ez tehát a hatások, kölcsönhatások a régióban, és a négyes kritérium pedig tulajdonképpen ugyanez, csak egy más megközelítésben, mint épület együttesek. A budai várnegyed benne a királyi palotával és a polgári városrésszel, a 19. századi historizáló eklektikus építészet döntő többségében a pesti oldalon, és ugyanennek a korszaknak, a 19. századnak az urbanisztikai zsenie, ahogy létrehozta az Andrássy utat, vagy egyszerűen a Sugár utat. És még egyszer visszatérnék arra, hogy ez a felterjesztési koncepció már a 80-as években is nagyon progresszív volt, tehát nem egyszerűen épületekben gondolkozunk, hanem a morfológiai adottságokhoz alkalmazkodó városépítészetben. Tehát ebben benne vannak a hidak, benne vannak a rakpartok, benne van az, hogy itt van egy hatalmas gellérhegy a város közepén, amit megtartottunk zölden. Benne van az is, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a budai domborzat és a pesti síkság, vagy akár ez az egész budapesti, kicsit amfiteátrum-szerű környezet, hogyha egészen eltekintünk a Gödöllői dombságig. Tehát ugye ezt látjuk, hogyha gépen szállunk fölébe ismét, de láthatjuk ezt a Margit hídról is, kora reggel, láthatjuk ezt a Gellért hegyről is, valamikor este felé, és természetesen ismét a Gellért hegyről nappal, láthatjuk a pesti oldalról Budafele nézve a Gellért hegyet és a rakpartokat, és láthatjuk, sétálhatunk a budai várnegyed utcán. És hát ugye hadd hozzam vissza tekintetüket ide a Dunapartra és az épületbe, ahol ülünk, mely egyik meghatározó pontja ennek a helyszínnek, és hadd vigyem át önöket egy pillanatra Pestre, az Andrássy útra, ismét egy felülről nézeti térkép, már tényleg csak illusztrációnak, és még hadd emeljem ki az Operaházat, mely egyik gyöngyszeme a Sugár útnak. És nem utolsó sorban ugye Európa első, tehát a kontinentális Európa föld alatti vasútja,
és a Hősök tere, és befejezésül hadd térjek vissza a Dunához, a helyhez, ahol élünk, a folyóhoz, ami mellett felnőttünk. És azt gondolom, hogy a Világörökség Egyezmény is, és a Hungarikum mozgalom is arra irányíthatja rá a figyelmünket, hogy rendezzük közös dolgainkat, és hogy a múltat békévé oldja az emlékezésnek.